Gondoltam, amit nagyon ki szeretnék próbálni, ez a rokkamus. Igazából én már ki is próbáltam, már futottam két kört, és hát elég rosszak a tapasztalataim egyelőre. Ugye ő minden ellenséget sebez, gyors mana töltődés mellett, viszont ugye 50%-os vaksággal. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden második ütés félre fog menni. Na, ezt most kipróbálgattam, és sajnos az van, hogy ennél sokkal nagyobb százalékban történik meg ez a melléütés. Hogy micsoda? Az, mi ennek a passzívja? Főztem. Ja, igen. Tehát az első három alkalommal, hogyha bekap valamilyen rontást, a speciális képességekből az ellenféltől, akkor ezt egy kör erejéig lecsökkenti. Ami azt jelenti, hogy pirosra kisebez, a kék sebez nagyot, tehát hogyha mondjuk Bela elsőre rányomja a víz sebzését, a dottyát, akkor ugye, most nem emlékszek pontosan, azt talán lecsökkentették már két körre Velánál, ahol jól emlékszem, és az, hogyha rokamusra megy rá, miután ő a speciális képességét elsütötte, ja, nem is kell elsütni a speciális képességét, mert ez a passzívja. Tehát rokamus az első három alkalommal, hogyha egy meccsen belül többször is mondjuk kerül rá vele által például mondjuk dot, akkor azt le fogja csökkenteni egy körrel. Na minden is akkor lényeg visszatérve, hogy sajnos ez a hatékonyság a rokamusnak tapasztalat szerint egyelőre nagyon rossz, de hát nézzük meg is akkor majd közben. Őket sikerült még kipergetnem a három csillagosok mellett. Hát ebből az ilaleiből körülbelül 6 darabot, rokamusból szintén, megből mondjuk 4-et vagy 5-öt, meg esett egy filesz fog 5 csillagos hősként, akinek egyébként nagyon örülök, de nem ér olyan sokat, mint például egy Elizabeth, aki abszolút a topja egyelőre ennek a negyedik évadnak. Na nézzük, hogy mit csinál ez a rokamus, mert sajnos én azt láttam, hogy egyelőre nem tudom eldönteni, hogy ezt lehet-e majd valamire így használni. Ami egyébként itt is nagyon jól működött, igaz, hogy itt csak 4 hős van, így a teljes családi bónusz az ugye nem jár, viszont nagyon jól dobta a csempéket az előző körökbe, így is a csudiba nem akar lejönni. Na csak lejön. Na nézzük, ugye elsütöm ezt a Mac-et, ez a Mac ugye countert fölteszi a két mellette lévő játékosra, meg, vagy csapattársára és saját magára, valamint ugye ad plusz támadó erőt. Azt mondja, duration of the first, ugyanazt neki a passzívja, mint a rokamusnak. Igen. Elsütjük a Mac-et, és akkor nézzük, hogy igazából ugye 2x3, tehát a 6 ütésből mennyi fog betalálni. Azt mondja. 3-ból 1. Na, most direkt úgy csinálta, hogy kidobja az 50%-ot, de mondom, előtte már futottam egy pár kört, hát a közelében nem volt neki. És arról nem is beszélve, hogy például most nem dobta be a családi bónuszot, gyanántse a Underwild gemeket. Ugye milyen érdekes ez a játék. Na nézzük. Most itt azt mondja, megint elsütöm Mac-et, hogy fönt legyen a plusz attack, mondjuk előbb is még fönt volt, de
Nézzük, hogy akkor itt a 8-ból mennyi fog betalálni. Azt mondja, 4-ből 2. Meg 4-ből 2. És hozza az 50%-ot csak azért, hogy megszívasson. És egy darab Underwild Gem is fölkerült. Az előbb 2-ből 2-t fölrakott, ahogy próbáltam. Most ezt is elég gyengébb adja ahhoz képest. Jó lenne még, hogyha valahogy be tudtuk volna tölteni ezt a rokamust, hogy még egyszer meg tudjuk nézni. Remélem nem kombózik egy olyat, hogy minden lejöjjön, de hogy nem. Betölt. Na nézzük. Itt elég lesz, ha egyszer el fog sülni. De még az is lehet, hogy lemisszeli. Nem misszelte le. Nem, ez így betalált. Nyomjunk még egyet. De az a helyzet, hogy az 50% is elég gyatra, mert gyakorlatilag ha nem talál be, akkor már mondjuk az, hogy gyorsan a töltődés mellett. Ennyi, 8 csempés. Legyen 7 csempés, 8 csempés. Legyen 8 csempés mondjuk, nincsen mana. És hogyha egyszer nem talál be, miután elsült, akkor utána már rögtön 16 csempet gyakorlatilag, akkor meg már jobb egy lassúban a töltődésű hős, mondjuk mint Sumle, aki sokkal jobb százalékkal talál be. Például. Én egyébként Sumlet se szeretem használni annyira Valhallából, sőt, megmondom őszintén, abszolút nem is használom, pedig föl van húzva. De van olyan játékostársaim között, köztetek, aki szereti használni például. Várj, azt nem tudom, hogy a rokkamusson miért nincsen rajta. Valamiről lemaradtam. Ugye meg elsült, de a speciális képességét miért nem dobta fel a rokamusra? Valamiről lemaradtam csúnyán. Ez érdekes. Most földobta, de hogy került le az előbb rokamusról az izé? A speckó miért nem volt rajta? Ezt nem értem. Csinált egy Under White Gemet. Na nézzük. 50%. 50%. Tehát nem kell arra számítani, hogy 50%-nál nagyobb eséllyel fog betalálni. Úgyhogy jó esetben, hogyha 5 ellenfél ellen rokamus elsül, akkor az 5-ből szerintem nem fog sose 3-at sebezni, hanem maximum 2-t.
És ugye, hogyha lemisszel, az azt jelenti, hogy nem csak a direkt sebzés, hanem akkor ez a bleed, ami ide fölkerült, bleed damage, ugye ez se fog rákerülni azon ellenfelekre. Hát, ilyen töltelékhős. Nagyon szuper, nagyon jó, hogy ő gyorsan a töltődésű. Egyébként az a passzívja is jó. Ezek a passzívak egyébként tök jó, használhatóak az összes esetében szerintem szinte. Most így hirtelen nem üt egyik olyan se eszembe, amire azt mondanám, hogy nem jó, tré. De sajnos ez a rokamus ez. Hát, nem lesz megint egy hasznos hős. Nem úgy, mint az Illalei, aki gyakorlatilag kis Jabberwock. Gyorsban a töltődés mellett ugye sebzi a két szélsőt, és még debuffot is tesz rájuk, ami azt jelenti, hogy most így hirtelen eljátszottam egy ilyen gondolattal, de majd mindjárt kipróbáljuk. Hogy behozunk belőle egy valaggal, és akkor meglátjuk, hogy ez hogy fog működni. Ah, meg is nézzük. Na, ezeket gyorsan kinyírjuk, és akkor, ha már volt ilyen szerencsém, és más se, hogy az illalaiből is jött egy valaggal. Sajnos ötöt már nem tudok belőle behozni, mert közben beetettem egy részét, mert akárhogy játszottam a gondolattal, sehogy se jutottam el odáig, hogy nekem szükségem lenne mondjuk belőle 5 darabra. De azt mondja, hogy ja, mit csinálok? Bocsánat. Na, szóval megszüntetjük ezt a rokamosos történetet. Mondjuk meg kell azt még ide behozzuk. És megkeressük ezt az illaleit. Hozzunk be belőle négyet. Ennyit hagytam meg. Na, nézzük, hogy mekkora díjbolást csinálnak így level 1-en. Tehát ebbe én így látnék fantáziát, gyorsban a töltődés mellett, hogy ebből 4 darab, és úgy, hogy ugye hogy is Kerberus hogy szokta mondani, hogy milyen a képessége, tehát olyan a speciális képesség, hogy ez ilyen rugalmasan módosul pozitív irányba, tehát ugye ő azt csinálja, hogy a két szélső ellenfelet támadja, de hogyha a vég és mindig megy befelé. És a végén nincsen már egy ellenfél, akkor egy ellenfélre fog sebezni duplán. De most ezt mindjárt meg is nézzük, és mindemellett ugye debuffol, defense downed, tehát a pajzsát leviszi aznak az ellenfélnek, akit ugye támad. Ez itt lejött, következő első, sutty. Még a gemet is megcsinálják. Na most még erre kíváncsi vagyok, ezt megnézem. Igen, tehát a százalékos esély az csökkent. Tehát ez bebizonyosodott, hogy azonos hősök esetében ugye a családi bónusz az nem növekszik. És már csak egy ellenfél maradt. Szóval ez szerintem ezt az illa leját szerintem éventen fogjuk látni. Abszolút. Én úgy látom, hogy ebbe van ráció, fantázia, mert ezek így csomagba pusztítanak rendesen. Most mondom, nyilván egyik sincs, ez mind level 1, de ha ezek föl lesznek húzva, szerintem következő projekt valószínűleg neki fogok menni egynek mindenféleképpen, mert szerintem abszolút hasznos. Pak viszi le a védelmet. Az is. Még gemet is csinálja. Még egy gem.
Egyet kivégzünk. Próbáljunk egy kicsit, hogy... Hát, és csak hogy a gemekre vagyok kíváncsi. Hát, ha nem sikerülne kombót húzni. Na, mit húzzunk, hogy ne legyen kombó? Talán ezt így. Az elég szépeket sebeznek ezek a gemek is, ahogy látjátok. Nem tudom, hogy ennek a sebzés értéke. Azt mondja. Underworld 35 damage. És akkor szerintem ez is növekszik. Ahogy nő a százalékos esély, szerintem ennek a sebzés értéknek is növekedni kéne. Mennyi volt? Csak hogy itt még egyszer megnézzük. 35 a sebzés. Mindjárt megnézzük. Jó, azt mondja. Hol van itt erre leírás? Family. Igen. Tehát 50. Tehát amennyiben a hősök föl vannak húzva, maxolva, akkor ez a csempe sebzés érték, Underwild csempe sebzés érték, ez nem 35, hanem 50. Gyakorlatilag, hogyha fönt van 5 különböző szín, akkor az 250 sebzés körönként. De gondoljatok bele, azért az már szép. De már 200 is. Meg a 150. Ja. Ez jó buli. És elég szépen adogatja. Ja, jó, akkor ezt is megnéztük. Tehát... Megnéztük... Zilaleját, aki abszolút... Szerintem éventes hős lesz, így csapatba. Most nem azt mondom, hogy négy, de még az is lehet, hogy négy kiegészülve, mondjuk egy Kirillel, aki leviszi az ellenfél védelmét például. Na majd az epic specialisták ezt megmondják. Megnéztük ezt a rokamust. De sajnos ez meg, nem tudom, egyelőre nem etettem be, de nem tudom, hogy ez az 50% ez stabil sajnos. És akkor mondom, hogyha meg nem talál be, akkor meg már lassabb, mint egy lassú van a töltődésű. Meg szerintem ugye használható kis hős törnömenteken, itt akkor itt a pont. Esetleg, hogyha valakinek úgy van fighter emblémája, hogy ugye nyilván nekik nagyon magas az alapattribútumaik, hogyha valakinek úgy van emblémája, hogy őt fighter emblémával mondjuk tudja maxolni, akkor 777-ig lehet húzni, azért az már úgy elég szép, az már bőven 5 csillagos kategória, úgyhogy abban az esetben abszolút használható, mondjuk még Varon. Tehát még Varba támadásra persze, tehát Varba támadásba lehet használni, de inkább ugye 4 csillagos törnamenteken. És ugye Kerberus már ezt mondta, tehát van 4 csilleges buff boosterem. Ugye adja a countert, meg még a plusz attackot, tehát kapásból 40% plusz még a 25, tehát hogyha meg kell, akkor a mellette lévő két csapattárs kapásból plusz 65% ütőerőt kap a buff boosteren, úgyhogy
Meg az így lehet hasznos. Jó, hát a többi hős az sajnos nincs meg. Úgyhogy... Jó, ő még megvan. Tehát róla nem beszéltem, de ha itt tartunk, akkor beszélek róla is. Nagyon jó, nagyon magas attribútumokkal. Viszont nem egy ilyen game changer kategóriás karakter. Ugye az element defense down, a zöld szín ellen, ez egy nagyon jó dolog, de tudja ezt mondjuk 4 csillagosba Almúr, akit relatív könnyebb beszerezni a Valhallából, és ugye ott van havi hősként, volt havi hősként Evelyn, akit meg Tavernből meg lehet kaparintani. Annyi, hogy ugye ők 54% defense csinálnak, még ez a Filesz fog 58-at, tehát ez egy kis mértékben ugye lejjebb viszi a zöld szín elleni védelmet, tehát nagyobb sebzés értékeket lehet elérni, mondjuk Titánnál fontos ez. Tehát ott ezzel lehet appellálni. Hatalmas ugye az alapattribútumja a kardra, így az alárakott trúppal, hogyha még ezt növeljük, akkor csempesebzést nagyon magasat tudunk elérni. Például ott is a Titánnál lényeges lehet ez nagyon. Ugye egy darab csempének az alapsebzés értéke az ugye nyilván így magasabb lesz, nőni fog, tehát ez egy jó dolog. A célpontról azt csinálja, mint Kageburádó, hogy először, mielőtt üti, leszedi róla mondjuk a countert, és akkor ugye nem fog rá visszacsapni. És egy egész szépet, tehát 420%-ot ezzel a 832-es alapértékkel kinyom. Jó hős, tehát nem azt mondom, hogy nem hős, nem jó hős, és még örülök is neki. Csak én nem őt szerettem volna, hanem őt. De sajnos Elizabeth betett nem sikerült kipörgetnem, úgyhogy mondok nektek egy számot, azt mondja egyszer, hogy 30, meg azt mondja 20, azt mondja 50, meg még rápörgettünk még 36, úgyhogy 80, 80 pörgetésből, 80 szumból sajnos nem esett, csak egy darab 5 csillagos, Filász fog, meg ugye jött a 5. vagy 6. Malica, vagy Malicna, de hát belőle sincs már annyi, mert szépen lehetett getjük befele, mert belőle egy is elég. Nem akartam direkt azt mondani, hogy sok. És akkor jó, ennyi. A többiről majd egy másik videó alkalmával, vagy ha esetleg lesz hozzájuk szerencsém. Most egyébként direkt csak ezeket szerettem volna bemutatni, amiket nekem sikerült kipullolni, hogy legalább lássuk azt, hogy milyen a speciális képességük, amikor elsül, hogy milyen grafika van mögötte, meg úgy gyakorlati szempontokból egy kicsit megvizslassuk őket.